Újpest központ, végállomás. Sziasztok! Ez az Újpest központ podcast. Lukács Andrással. És Fekete Balázssal. Nos, túl vagyunk egy újabb mozgalmas heten, amikor is két meccset játszottunk. Volt egy hétközi meccsünk a Kisvárda ellen, ahol 2-1-es vereséget szenvedtünk, illetve ma este, mivel ezt a vadást vasárnap éjjel vesszük föl, ma este döntetlent játszottunk a Videótonnal, hazai pályán. Ez volt az utolsó hazai meccs. Ez volt az utolsó hazai meccs, illetve egy olyan szolgálati közleményünk is van, hogy neked is ez volt az utolsó hazai meccsed egy darabig, mivel hogy... Elköltözöm innen máshova. Elég messzire. Elég messzire, ja. Nem a Mezőköves utáni podcast alkalma, hanem azután legközelebb majd lehet, hogy Ausztráliából fogok bejelentkezni. Jó, biztos. Igen. Jó, nem lehet, biztos. Igen, szóval úgy alakult, hogy ez már egy nagyon régóta a levegőbe lógó dolog volt, és igazából ezt már tudtuk egy pár héttel ezelőtt, hogy ez be fog következni, hogy elköltözöl. És nem nyertünk ennek örömére. Hát igen, ez egy kicsit... Ó, pedig úgy örültem volna. Keserédes befejezés volt. Egy-egy. Hazai pályán. Jó lesz, miért hazajönni. Kezdjük ott. 31. forduló. Kisvárda, Újpest. Végeredmény 2-1. Nem ide. Távirati jelleggel esetleg? Persze. Pörgessük végig. Az első két gólt a Kisvárda szerezte, aztán... Bumba volt, a szép volt. Azt jegyezzük meg, hogy ez a szép gól volt. Szerintem. A szép volt. A második, az azt hiszem szintén ő volt. Nem, az Kamaj. Én felírtam. Kamaj. Kamaj. Rúgta azt a gólt. Amikor Pajó nem ért le. Pajó nem ért le. Egy kicsit fölé nyúlt, alá nyúlt. Igen. Hát valahova nyúlt. De nem oda nyúlt, ahol kellett volna. Ami még hozzátartozik a meccsnek a krónikájához, hogy elvesztettük Budut. Ugye a mai meccsen se játszott. Valószínűleg agyrázkodása van. Legalábbis annak tűnt így elsőre. Reméljük, hogy hát mondjuk, hogy ez is elég komoly, de reméljük, hogy ennél nem komolyabb azért a probléma. Elég csúnyát esett. Nem sikerült ez az ollózás, maradjunk annyiban. Hát, igen. De miért nem rúgta be elsőre? Igen, ha elsőbe lőtte volna, akkor nem kellett volna olloznia. Hát reméljük, hogy hamarosan visszatér közénk. Jó, hát még van rá egy meccse. Igen. Pontosan egy. Egyébként még az első fél időben szépítettünk, egy szöglet után Diaby mester érkezett, és rendkívül tisztán fejelt egy volt. Zavartalanul fejelt, egy gyönyörű volt egyébként. A kapuba... Igen, és tegyük hozzá, hogy egy mindenképpen dobogós csapat ellen szereztünk, így volt, hogy... Ja. Bár ez sokat nem ért. Amit egyébként nem értek, hogy... Na. Hogyha van egy ilyen drabális játékosunk, akkor miért nem ívelünk rá többet? Miért nem játszunk rá? Ezek szerint még azt mondom, hogy korábban is már szerzett gólt fejjel. Tehát valószínűleg azért nem teljesen fogalmatlan Diaby. Mit, hogy gondoltuk róla végre? Miért nem érkezik a fejére több szöglet? Miért nem keressük jobban a labdával? Jó kérdés. Nem tudom. De egyébként néha meg közben olyan ügyetlen szegény. Igen, de szerintem oké, tudjuk, hogy nem a legtechnikásabb, meg néha ütemet téveszt, de összességében most azt nem mondom, hogy utolsó emberként mindig nyugodt vagyok, hogyha nem el van a labda. De mostanában azért nem nagyon hibázott. Vagy legalábbis nem annyit, mint korábban. Hát akkor valószínűleg a mértékadó transfermárkt oldalán majd emelkedni is fog az ára ennek megfelelően, amennyire szerintem biztos, hogy elvárkedett egyébként. Jó, majd rá fogunk nézni. Jó, tisztán érkezett, 2-1, aztán csak nem jött az egyenlítő gól. Meg nem is kaptunk egy harmadikat se, ez is igaz. Igen, egy kicsit így. Nem tudom, nekem ilyen minden mindegy volt kb. Tehát ilyen úgy éreztem, hogy döntetlen se nagyon fog összejönni. Tehát még egy gól. Ja, és előtte volt egy írmód 2-2, ugye? Igen, azt mondja, hogy igen, 2-2. Igen, amikor az utolsó percben lőtték be az egyenlítő. A Ventura. Ja. Hát az az igazság, hogy az elmúlt fordulóban nem túl fényesen muzsikálunk. Jó, lépjünk is túl ezen a Kisvárda meccsen. Kikaptunk. Sajnos. Igen. És ma? És akkor volt a mai meccsünk, ugye a Videóton ellen,
itt már igazából erre a meccsre úgy fordultunk rá, hogy a negyedik hely, ugye, ami egy ilyen kimondatlan vagy kimondott célunk volt, az már elég távol került hozzánk, tehát itt igazából csak úgy tudtunk volna, tehát ezt tudtuk már a meccs előtt is, hogy csak úgy lehet meg a negyedik hely, hogyha megverik a Videótont, és az utolsó fordulóval ők kikapnak, mi megnyerünk. Ami elég sok feltételes mód, illetve a negyedik helynek is csak akkor lenne létjogosultsága, illetve fontossága, hogyha a Fradi megnyeri a kupadöntőt. Na most, hogyha ebből bármelyik is borult, amely egyébként ma borult, igen, ugye, mert nem nyertünk, ezáltal a negyedik hely már nem lesz meg, innentől kezdve... De még meg lehet matematikailag, nem? Nem. Sem. Hát akkor hajrá Paks! Igen, innentől hajrá Paks, így van. Szóval igen, a szezont összességében bár még nem zártuk le, de ugye nem estünk ki, dobogó nem lett meg, nemzetközi hely nem lesz meg, ezt már most így elmondhatjuk. Én egyébként személy szerint azt mondom, hogy ezzel nincs is semmi baj. Lehet, hogy most ez túl sok lett volna egy elsőre. Jó, figyelembe véve, igen, hogy hol tartottunk 2 hónappal ezelőtt, igen, mindenképpen pozitív ez. Szóval ma egy-egy, Croazi milyen szívú volt rúgott? Gyönyörű volt. Annyira technikás az a csávó, hihetetlen. Nekem egyébként tetszett ma nagyon a játéka. Ma nagyon élt. Ő volt szerintem, igen, ő volt a csapatnak a legjobbja. Én úgy gondolom. De mostanában ő az. Hát ugye általában is ő. Általában ő az. Igen, igen. Tényleg tök jól játszik. Agilis. Lát a pályán, intelligens. Nekem szerintem ő egy tök jól összerakott kis emberke. Ja, az a baj, hogy Beridze nem találja magát. Meg a kaput. Valami történt ezzel a gyerekkel. Igen, mostanában úgy érzem, hogy néha, amikor lőni kéne, akkor passzol, amikor passzolni, akkor lő. Rosszak a passzok, késő jönnek a passzok, hát ember hátra mögé mennek a passzok, tehát valami nem stílen. Fölé rúgja. Igen. Mellé rúgja. Tényleg. Mi van vele? Nem tudom, de egyébként a Kisvárda meccsen is azt láttam, hogy nagyon a Budut kereste, amíg a pályán volt. Tehát így vele próbált így összejátszani. És miután ugye Budu kivált, onnantól kezdve tehát úgy vettem észre, mintha így akkor jönne rá, hogy így vannak még más csapattársak is, akikkel össze lehetne játszani. Pedig egyébként, igen, tehát tavalyi szezonban is tök jól ment, szerintem idén sincs egyébként egy rossz szezonja. Emlékszel a legelső idényére Újpesten? De akkor még ilyen kiegészítő ember volt, nem? Inkább cserébként. Meg ilyen kövér később is volt. Igen. Szerintem a... Lehet. Minden esetre... Én szeretem az ő játékát is, szerintem... Én most csak azt akartam mondani, hogy volt egy ilyen első felvonása is ennek, és akkor szerintem... Hát akkor olyan jó volt, mint most. Igen, de... Én nála is azt érzem, hogy most nincs formába, de egyébként meg, hogyha jó formában van, akkor viszont a hátán viszi a csapatot ő is. Tehát egy Croazéval tök jól összedolgoztak már a Budi érkezése előtt is, vagy hát az volt szerintem a legerősebb kapcsolat. Most valamiért nem megy neki. Van ilyen. Jó, hát majd elmúlik. Szóval egy-egy a videózal ellen. Ugye volt egy meg nem adott gólunk, amit nem mondom őszintén, hogy... Vissza kéne nézni. Igen, nem láttuk még az összefoglalót, így élőben természetesen nem volt les szerintünk. Ja, de egyébként akkor el kell mesélnünk azt a fun factet, hogy miért csak maximum 3 mérkőzést rendeznek az NBA-ben egy nap? Ja, igen. Tudtátok-e? A tudtátok-e? Jó, rovat következik. Igen, ezt én is hallottam egyébként a Semleges Térfél nevű műsorban, hogy elvileg azért van egy nap csak 3 meccs, ami NBA-1-es meccs tulajdonképpen, mert csak 3 VAR kocsi van jelenleg az MLS-nél. A világon, Magyarországon. Így van.
És ez a három autó mozog össze-vissza Magyarországon. Igen, de háromnál több nincs. Így van. Szóval ez a háttere ennek. Izgalmas. Jó tudni. Nézzünk már rá a tabellára. Hogy áll a tabella? Figyelj. Úgy, hogy egy forduló van hátra. Egy kattintás. És itt vagyunk. Ebben a pillanatban a hatodik helyen vagyunk. 41 ponttal. És sajnos a Vidi 47 pontos. Ami azt jelenti, hogy nem fogjuk utolérni. Egy meccs alatt. Igen. De ötödikek még lehetünk. Bár mondjuk igazából ez a lényegi dolgokban ez tök mindegy. Abszolút szerintem teljesen mindegy, hogy most ötödik helyen végzünk, vagy hetedik, vagy nyolcadik. Jó, de minél feljebb van, annál jobb. Amire még egyébként tétje lesz, illetve egy nyitott kérdés, ugye. Hát ugye lesz egy kupadöntő, ahol ugye nem vagyunk érdekeltek, illetve van egy kiesési harc, amiben szerencsére szintén nem vagyunk érdekeltek. Számunkra véget ért ez a bajnokság. Igen, az MTK egy ilyen hatalmas last minute hajrába kezdett, és most úgy néz ki a helyzet, hogy bár kieső helyen áll, de csak két pont a különbség köztük is a Honvéd között. A Honvéd a Puskás Akadémiával fog játszani, azt hiszem, hogy idegenben egyébként. És a Puskás még lehet második. Igen, és a Puskásnak, hát még szerintem ők nem fognak lefeküdni a Honvédnak, és az MTK pedig a Debrecennel fog játszani, ami egyébként szerintem egy hozható meccs nekik. Mm. Tehát még egy olyan konstelláció is előfordulhat akár, hogy a Honvéd kiesik. Hát izgatottan várom. Ne bolysa visszatért. És Donikával kiesnek az MB2-be. Hát az elég érdekes lenne. Azért ilyen kerettel, ilyen háttérrel kiesni, az bravúr lenne a maga módján. Ugye azt már tudjuk, hogy Gyirmolt egyébként kiesett, tehát ők már nekik már mindegy. Ők jövőre az MB2-ben folytatják a pályafutásokat. Ugye... Ami nem is baj figyelembe véve, hogy a megszerezhető 9 pontból ellenük. Sajnos egyet szereztünk. Mondhatjuk, hogy a mumusunk volt. Igen, a Gyirmolt. És egyébként az MB2-ben pedig a Vasas már feljutott, tehát ők megnyerték már az MB2-t, és a második helyért megy egy nagyon nagy csata, továbbra is. Ott most jelenleg a Kecskemét feljutó helyen áll, elég jó pozícióban egyébként, és most úgy néz ki egyébként, harmadszorra mondtam azt, hogy egyébként elnézést, így évfél körül már egy kicsit fáradkásak vagyunk. Szóval ott pedig a Diósgyőr lehet, hogy nem fog feljutni. Ami elég furcsa lenne, ugye ott volt ez a Vukmir szága. Ugye, jó, nem baj, a Molnár Gábort hozzuk el tőlük. Igen, a Molnár Gábor most egyébként partvonalra került, a harmadik, ugye az NB3-as csapatban száműzték. Én őt elhoznám Újpestre. Lehet, hogy érdemes lenne. Most lehet, hogy már ő is akar annyira a Diósgyőrben maradni. Szóval így állunk jelenleg, azt tudjuk, hogy a Vasas jön. Én ennek örülök személy szerintem te is. Persze. De hogy a Kecskemét vagy a Diósgyőr? Ez a kérdés? Ez a kérdés, ha. Akkor jöjjön a Kecsó. Ja, szerintem is. Lilák meg fehérek. Persze. Meg rég voltak már az NB1-be. Erről van szó. Diókra még ráfér még egy idény az NB2-be. NB2-be is tök jó rangadókat játszanak. Persze. Sparival. Mindig el fogom olvasni az újságban. Na de. A héten még volt egy másik pozitív hír, megkaptuk a licenszet, halleluja. Végre sikerült. Jövőre is indulhatunk az NBA-be. Nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is kivívtuk magunknak a jogot, hogy ott legyünk jövőre is a legjobbak között. Szóval, ja, ez mikor fog kezdődni kb? Az új szezon? Aha. Hát, ha minden igaz, akkor szerintem ilyen július második fele, augusztus eleje talán. Most egyébként ez egy másik kérdés, ugye, hogy jövőre világbajnokság lesz. Télen, igen. Tehát ugye egy csomó bajnokság születelni fog. Mm. Illetve a nemzetközi kupák is szerintem. Tehát gondolom biztos.
És hogy ez milyen kihatással lehet akár a magyar bajnokságra. Bár mondjuk szerintem a magyar bajnokság nem sok részvevőt fog delegálni a VB-re, de hallottam olyan híreket is, hogy lehet, hogy a magyar bajnokság is, ha nem is teljesen a teljes VB idejére, de hogy egy kicsit így vissza takaréklángon működhet. De mondom, ez csak így valahol hallottam, vagy olvastam. Bármi sok értelmét nem látom, szerintem mi folytathatnánk ugyanúgy. Nem? Semmi akadálya. Semmi akadálya. Ja. Hát a Fradi az meg most nem tudom, hogy bejut valami kupa csoportba, akkor úgyis mindig halaszgatnak bajnokikat. Most akkor, hogyha a VB miatt ugye elcsúszik ez az egész nemzetközi kupa szezon nekik, akkor legalább nem kell halasztaniuk. Ja. De eleget beszéltünk róluk. Igen. Jó. Hát akkor szerintem nem maradt más hátra, mint kettő dolog. Egy. Fogunk csinálni egy olyat, hogy meg kell szavazni, hogy ki volt az idény legjobb újpesti játékosa. Szerintetek? Nem szerintünk? Szerintetek? Meg szerintünk. Ez a következő ötlet, ez majd, ebből majd csinálunk valami posztot. Igen, tehát az lenne a lényeg, hogy bármelyik platformunkon, tehát YouTube-on, Facebook-on megírjátok azt, hogy szerintetek ki volt ebben a szezonban a legjobb újpesti játékos, és mi össze fogjuk számolni. Összeszámoljuk, hogy... igen, összesítjük, és hirdetünk egy győztest a következő műsorban. Nem akkor még. Jó, de akkor. Szóval, mi legyen a határidő? Szombat. Most szombat? Persze, szombat. Mezőkövesd elleni meccs. Várjál. Akkor mondjuk legyen az, hogy a... 14. Mondjuk legyen 15-ig. Jó. Vasárnap. Jó. Tehát 15-e vasárnap éjfélig írjátok meg, légy szíves, hogy szerintetek ki volt ebben a szezonban az Újpest legjobb játékosa. Mi ezeket összesítjük, és a végén lesz egy ilyen nem hivatalos hallgatóink által meghirdetett évjátékos a szavazásunk. Ja, aztán megjutalmazunk mindenkit. Vagy legalábbis az évjátékosát. Az évjátékosát biztos, hogy megjutalmazunk valamiben. Igen, ezt úgy kitaláljuk. Hogy... Jó, igen, ez lesz a feladat. Hoztál nekem egy láthatatlan légióst. Hoztam egyet, igen. Szóval, mai hősünk Argentinában született. 1985. június 13-án, és jobb hátvéd. Na, most meglepődtem egy kicsit, jobb hátvéd. 182 centi magas. Elmondom neked, hogy a mértékadó Transfermarkt oldalon mit találtam róla. Nem sokat egyébként. 2007. január 1-én az Arsenal Sarandi-tól igazolt Újpestre. Uh-huh. Eddig jó. 2007. január 1. Ez az első Transfermarkt bejegyzés. Uh-huh. 2007. július 1-én az Újpestből átment a Nyíregyházába. 2009. január 1-én, tehát ott Nyíregyházán másfél évet töltött, uh-huh. a Without Clubba került. Uh-huh. És ő ennyi. Hátvéd? Ennyi? Igen. Ennyi tud a Transfermarkt. Jó. Azt elfelejtettem összeírni, de játszott egy-két NB1-es meccset, méghozzá 39-et egyébként. 39 NB1-es meccset játszott. 39 NB1-es meccset játszott. Két gól, egy gólpassz, és igazából... Javier Zanetti? még nagyon ifi korában, igen. Ez egy rákérdezés? Nem. Jó. Akkor még mondok infokat. 2007. 5. 29-i cikk. A harmadik távozó... aki januárban érkezett próbajátékra a budapesti csapathoz. Akkor Urbány István elégedett volt a védelem bármelyik posztján bevethető védőjátékossal, így a Kub fél plusz két éves szerződés kötött az argentin játékossal. Fél plusz kettő? Aha. Ez így érdekes. Ez is egy konstrukció. Kombó, igen. A tavasz idényben azonban nem igazolta, hogy nélkülöztetlen lenne a csapat számára, így a vezetőség nem hosszabbította meg a 2009. június 30-án lejáró szerződését. Na. Húha. Figyelj. Tovább is van. Tehát ugye
Az utolsó írásos emlék róla a Transfermarkton az 2009. január 1-e, ugye egy Nyíregyházáról eltanácsolták. Viszont én megtaláltam Facebookon. Na. És találtam róla egy fotót, ahol pillanat, meg is nyitom majd a Facebookot neked mindjárt, csak hogy ha már megvan a nevünk, akkor lásd, hogy kivel van dolgunk. Tehát találtam egy a Facebookon egy fotót, ahol egy bajnok csapat tagjaként szerepel. Nyíregyháza? Nem. Méghozzá az Atlético Olimpo Asociación Mutual, szerintem ez a csapatnak a neve egyébként, és egy Torneo Provincial 2014, ez volt így a fotóhoz írva. Tehát egy valami tartományi bajnokság, vagy tartományi torna 2014, tehát ő utána folytatta a focit. Nem hagyta abba. Csak szerintem már alacsonyabb szinten Argentinában. Egyébként 2017-ig láttam egy Facebook oldalát, tehát addig posztolgatott, de van két gyönyörű gyereke, és egy tök boldog családban él. Feladpöleleckét nagyon. Tudom. Ez jó, ez jó. És egyébként, ahogy emlékszem rá, ő nem volt teljesen fogalmatlan. Tehát egy egész ügyes kis játékos volt. Felépítésre hasonlít a... Emlékeztet egy kicsit a Iván Cordobára, aki az Interbe játszott. Egy kis mokány csávó volt. Most valamiért Rodrigo Rojo jut eszembe, de ő uruguayi volt. Nem, igen, mert nem ő az. Nem ő az, tudom. És gondolkodom, ki lehet még dél-amerikai, aki védő. Ha mutatok egy fotót, úgyhogy letakarom a nevet, az úgy jó. Nézzük. Várjál, figyelj, csak az arcot szabad nézni. Tudom, azt nézem. Életemben nem láttam ezt a fickót. Ki ő? Ki ő? Elmondjam. Aha. Iván Maximiliano Zale. Ó, Isten. Zale. Ezt kellett volna kitalálni. Zale. Persze. Tök aranyos család. Tök cukik. Zale. Itt vannak nagyszülők, minden. Tök jó fejek. Na, rá nem emlékeztem. Hány NB1-es meccse van? Mondom, 38. Abban mennyi volt Újpesten? Bocs, 39. Szerintem, hát biztos, hogy nem mindegyik, mert 30, tehát nálunk fél évet volt. Mm. Szerintem, hogy Nyíregyházában játszott inkább. És ott figyelj, és ott is ugyanaz van, NB1 39. Nézd meg, itt van, Újpestben 12, és ott is rúgott volt. Nyíregyházán 27. Igen, Újpestben is rúgott volt, nézzünk meg több adatot róla. Igen, 7 sárgalap is volt. 7 sárgalap, 2 gól. 1 gól passz, de az Nyíregyházán adta. Igazából mondhatjuk, hogy Nyíregyházán végignyomott egy szezont. Ja. Kb. Egy full szezon. Hát köszönöm szépen. Feladtad a leckét keményen. Elvéreztem. Csak így tovább. Köszönöm. Még azért van mind dolgozni. Egy forduló van hátra az egész idényből. Mezőkövesdre látogatunk. Imádom. Tétje túl sok nincs. Csak meg kell nyerni. Csak becsületből. Persze. Úgy menjünk pihenőre. Egyébként őket el is lehet kapni. Na. Nincsenek jó paszban. Aztán utána újra kell tervezni, hogy ki marad, ki jön. Elindulnak a találgatások. Talán lesz valami bejelentés is a klubházatájéken. Illetve, hogyha már beszéltünk a műsor elején, hogy elmész, ez nem azt jelenti, hogy ne folytatnánk. Természetesen. Tehát már dolgozunk azon, hogy tudjuk ezt a távolból is csinálni, hatékonyan, illetve élvezhetően, és szerintünk ez menni fog. Persze, hogy fog. És folytatjuk. Mintha itt lennénk egymás mellett. Itt is leszek. Szóval akkor hétvégén megütjük a Mezőkövesdet. Egy tipp? 2-1. Attól függ, hogy Budu játszik. 4-0 nekünk. 2-0, bocs. Helyesbite. 2-0. Nekem 4-0. 4-0. Jó. Jó. Elírtuk. Jó. Hát akkor találkozunk a Mezőkövesd ellen után. A Mezőkövesd győzelem után. Így van. Legyen így. És lezárjuk a szezon mi is. Igen. Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy ma este is, illetve ma velünk tartottatok. Innen folytatjuk. Ez a mai egy nagyon rövid adás volt. De hát annyi baj legyen. Egy kicsit megfáradtunk mi is a mai meccsen. Hajlálják! Igen. Jók lejöttek. Köszönjük szépen, és kövessetek minket a összes platformunkon, social médián, Facebookon, YouTube-on,
minden Spotify-on, és jövő héten érkezünk újra. És ne feledjétek, hogy szavazni az év játékosára, igen, az év újpesti igen. játékosára. Köszönjük szépen a figyelmeteket, hajrá Lilek! Hajrá Lilek! Viszontlátásra!